Két nap alatt két mérkőzésünk van, ez nagyon speciális helyzet, de hál' Istennek ezt a mai megmérettetést jól vettük. Bár az eredmény alapján 14 góllal győztünk, ez nem tükrözi azt, hogy milyen kemény volt, főleg az első félidő. Sajnos a kezdés nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, de gyorsan utána visszaragadtuk magunkhoz a fonalat. Szerintem holnap sem fogják könnyen adni magukat a kisvárdaiak. Az ottani idegenbeli mérkőzésünk nagyon-nagyon kemény volt, és szerintem ezt senki nem felejti el, illetve a mai meccsnek is az emléke friss lesz, hogy első félidőben mennyire megnehezítették a dolgunkat.